Több mint 9000 fát elültettek már Zalaegerszegen 2019 óta. A fásítási program népszerűségét jelzi, hogy vállalkozások, magánszemélyek és civil szervezetek is csatlakoztak az önkormányzat 2024-es vállalásához. Eddig az időpontig ugyanis 10 000 facsemetét szeretnének telepíteni a városban. A Jókai Mór utcában most 34 oszlopos japán díszcseresznyefát ültettek el. Ezekkel az elkorhadt, több mint 50 éves növényeket helyettesítik. A belváros nyugati felén a saját választókörzetem tekintetében nagyon jól haladunk, hiszen közel 400 fát sikerült elültetni az elmúlt időszakban. Ebben nyilván a legnagyobb rész a Vizsla Park 176 új fája, viszont fasor megújítások tekintetében sikerült az Arany János utcában, a Lőrinc Barát utcában, a Gárdonyi utcában, és most folytatjuk ezt a telepítési akciót itt a Jókai utcában. A klímastratégia fontos és elengedhetetlen része a faültetés. Zalaegerszeg közössége ebben is kiemelkedően teljesít. Azt gondoljuk, hogy a 21. században az egyik legnagyobb kihívás az a környezetvédelem, a természetvédelem, a klímaváltozás elleni harc, és ezt egy 18 pontból álló egységes csomagba foglaltuk össze. Ennek része egyébként a klímastratégia kidolgozása, ennek része a biztonságos szennyvízkezelés, az egészséges ivóvíz biztosítása, a hulladékgazdálkodási fejlesztések, az energiahatékonysági beruházások, és igen, a faültetés is. Azt határoztuk el 2019-ben, hogy 2024-ig, a ciklus végéig először 5 000, aztán mivel nagyon gyorsan haladtunk, végül is 10 000 új facsemetét szeretnénk elültetni. A Jókai utcában elültetett facsemeték beszerzését és telepítését a Zalaegerszeg Barátai Egyesület a Városi Civil Alap pályázatán keresztül valósította meg.